tele életerővel és energiával tanít zumbázni idősebbeket, Farkasné Erzsébet, aki 73 évesen hazánk legidősebb zumbaoktatója. Túl 30 műtéten ma már heti több zumbaórát tart, ezek közül az egyikre stábunk is ellátogatott. Gyerünk, egy kicsi adjunk neki egy kis jó kedvet, jó? Que bailar contigo hoy. Tudod, milyen jó a feliratot, és csak Erősségem a korom. Ez a szlogenje Farkasné Erzsébet, vagy ahogy sokan hívják, Erzsike zumbaóráinak. Gyerünk! Ide bele! A 73 éves zumbaoktató minden nap sportol, és hetente több zumbaórát is tart. Így ő hazánk legidősebb zumbaoktatója. Világszinten nem tudom, van egy-két idősebb oktató, de hogy ő tart-e 6 órát egy héten, nem tudom. Én ennyit tartok. Magyarországon tuti biztosan tudom, hogy én vagyok a legidősebb. Tanítványai 60 év felettiek, és többnyire azoknak tart órát, akik valamilyen oknál fogva erős megterheléssel járó aktív sportot nem tudnak végezni. Zumba Gold! Zumba speciálisága, amely abban különbözik, hogy lassúbb, dallamosabb és táncolható! Tavasszal beindul az élet a Live TV. Összezárva Hajdú Péterrel. Lángelmi Kovács Áronnal. Ez az! Én ezt tudom biztosra. Februártól a Live TV-n. Erzsike 61 éves volt, amikor megismerkedett a zumbában. Akkor a lánya vitte előtt egy zumbaórára, és beleszeretett ebbe a mozgásformába. A zumbában megtaláltam azt a fajta dolgot, ami úgy pszichésen, mint mentálhigiénes szempontból pszichésen felold. Ugyanis itt nincsen megkötött koreográfia. Tehát nem ad hoc, tehát nem egy ilyen nap, most találom ki, hanem nem kötelező jellegű, nem egy leírt kövevésed koreográfiákat táncolunk. Suvickoljuk a parkettát! Világéletében szeretett táncolni. 2011-ben kezdte el tanítani a zumbát, és azt mondja, akkor még sok megvető tekintettel találkozott. Nagyon csúnyán néztek rám, nem volt benne a magyar hagyományba. Hála jó Istennek, én akkor elhatároztam, hogy hát ilyen világ megváltó módon, majd én akkor megalapítom, és akkor sikerült, remek, most már boldogan jönnek, tudják, hogy van Zumba Gold. Azt meséli, hogy az idősebb korosztály a nyugdíjazást veszteségként éli meg, de még ez a fájdalma, szomorú érzés is képes feloldódni a Zumba Gold óra hatására. Gyógyítólag hat rájuk. Tehát, hogyha valaki vesztességet élt meg, vagy olyan nehéz élethelyzetben van, hogy hát komoly nehézségei vannak, akkor itt egy órán át kikapcsol, és marad csak a zene és a tánc. Ez viszont az agyban az endorfin termelés beindítja, és ettől viszont a jobb agyféltekei kreativitás indul be, és már mindjárt egy kicsit, ha nem is oldódik meg azonnal, de boldogabbá válik az életet. A csoportban többen évek óta járnak Erzsike óráira. Kósa Kisenikő a zumba által például nem csak 35 kilótól szabadult meg, de a tánc a depresszióból is segített neki kijönni. Minden ilyen betegség után Erzsike nem engedte, hogy valahogy úgy húzott, mintha az ember ugye még gödörbe. Erzsike a zumbaoktatás mellett kineziológusként is dolgozik, de tanít villámoktatást és a mozgáskorlátozottak, valamint a fogyatékkal élők edzője is. Tanítványai szerint egy igazi energiabomba, aki mindig figyel rájuk. Érezte azt is, amikor terve feszültséggel, esetleg sírógörcsel jöttünk be, mert olyan fárasztó nap volt, és teljesen felszabadultan mentünk haza. És nem voltak előítéletek, és mivel a kineziológus, itt nincs olyan, hogy saját magamat bírálom, másikat bírálom, arrébb állítom, nem érdekel, mi van rajtad, nem érdekel, hogy jössz be, mit csinálsz, az a lényeg, hogy itt legyél. Erzsike 32 féle műtéten van túl. Kétszer élesztették már újjá, és két ujját amputálták is, de ezekről nem szívesen beszél. Azt mondja, nem kell őt sajnálni, hiszen mindezeken már túl van. Azt teszi boldoggá, ha jó kedvével másokon segíthet. Hogyha egy ember ide eljön, és látom, hogy jaj, de
de nagyon nehéz az élet, akkor ide bele a kezembe, pacsi bele, ide ni, így ni. és hagyja itt, és pihenjen, és éljen, amit tud, ennyit tudok neki adni, ennyit tudok neki ajánlani, ennyit tudok neki kínálni, ha ő ezt elveszi, akkor én megköszönöm, ha nem veszi el, akkor csak sajnálom. Az óra végére én is kedvet kaptam a tánchoz, így a csapathoz öltözve csatlakoztam hozzájuk. Nem tudom a koreográfiát, de majd lesek, jó? Farkasné Erzsébet lelkesedése, pozitív energiája tanítványaira is átragad. Örömmel vár minden zumbázni vágyót az Aranytíz Kultúrházba. Nincs korhatár, hiszen mint mondja, a zumba mindenkié. Hát le a kalappal, ebben megegyezhetünk, ugye? Így van. Na nézzük, hogy mi elkezdenik időskorban aktívan mozogni, mert hogy ez a véleménykérdés, és igen, nem, vagy fiatalabb korban jobb. Az igen egyébként nagyon vezet, tehát nézzük, hogy mi lett a végeredmény. Szerintem bármikor kezdhetnek el sportolni, csak csinálják. 50% voksolt az igenre, 25% a nemre, 25% pedig fiatalabb korban jobb erre. Ezt találta nyerőnek. Ennyi volt a Mokka, a reklám után jön.